Sziasztok fiúk, lányok és űrhajó tölött telepes palánták! Ebben a videóban megnézzük első látásra, hogy mit tartogat számunkra az elmúlt időszak egyik nagy túlélő kolónia menedzser játék szenzációja, a Stranded Alien Dawn. A játék gyakorlatilag RimWorld 3D-s szebb kivitelben, és ezzel szerintem nem lehetne egyszerűbben jellemezni. Mindenazonáltal, ha valaki csak a rövid bemutatóra és a végítéletre kíváncsi, akkor azt a videó végén fogom megtenni, oda is tekerhettek, illetve a videó leírásába is tettem egy időkódot. Mindenki másnak, aki pedig szívesen végighallgatná, hogy mit sikerült cirka 20 órányi játékidő után kisillabizálnom a játékból, és ezeket így szépen sorra veszem és megmutatom nektek, tartsatok velem, megnézzük részleteiben, hogy mit tud a Stranded. Jól van, csapjunk is bele! A játékot ugyanaz a fejlesztő csapat készíti, akiknek az utóbbi kettő Tropico és a Surviving Marsot is köszönhetük, tehát nem rossz egyébként a rezüméje a fejlesztő csapatnak, és ahogy elnéztem a Steam-es értékeléseket és eljátszogattam 20 órácskát az elmúlt egy hétben a játékkal, ez se lett rossz! Úgyhogy már így az elején így meg is előlegezném, hogy nem leszek túl rossz véleménnyel a játékról, elvégre ha valami 20 órára maga mellett marasztal, az már csak nem lehet rossz. A másik dolog, a játék tavaly, tehát 22 októberében érkezett Early Access-ben, de már most, 2023 április végén kijött az Early Access-ből. Tehát ez a build, amit itt láttok, ez már a kész, végleges, megjelent változat a játéknak, de ettől függetlenül már most pedzegetnek egy nyár végén érkező ingyenes update-et a játékhoz, aztán majd a DLC-ket meglátjuk, de ez biztos, hogy még egy update az érkezni fog a játékhoz, és tovább fogja bővíteni, színesíteni azt. A másik dolog, amit még így kiemelnék rögtön az elején, hogy van mod támogatás, tehát hogyha valaki unja, vagy szeretné tovább színezni az alapjátékot különféle játékosok által készített modokkal, akkor az megteheti, feltéve, hogy lesz olyan mod a játékhoz, ami ezt kiszolgálja majd. Jól van, ha új játékot szeretnénk kezdeni, alapvetően itt háromfajta szkenárió áll rendelkezésünkre, egy crash landing, tehát egy kényszerleszállás, ami gyakorlatilag egy ilyen túlélő, az alap túlélő mód. Van egy ilyen gazdasági szkenárió, ahol nagyon sok ilyen pénzt kell zsákolnunk kereskedelem útján, gondolom, vagy valahogy, hogy megvehessük magunknak a bolygót, illetve van egy ilyen katonai szkenárió, ahol pedig a túlélés mellett kell valami relay-t is építenünk, és akkor ez lesz a fő harci feladatunk. Aztán két régió van a játékban, egy sivatagos és egy mérsékeltövi. Az utóbbiban biztosíthatom, hogy van 4 évszak, a sivatagosban már nem tudom. Tehát, hogy ott alapvetően 2 évszak kéne, hogy váltakozzon, egy nagyon száraz, meg egy még szárazabb, de majd azt is kipróbálom egyszer talán valamikor. Illetve ki tudjuk választani, hogy milyen holdak keringjenek a bolygó körül, és akkor ha az éjszakai látképbe így belegörgetünk, akkor ezek a holdak fognak ott így végiggörögni a horizonton, nehézséget, seedet, illetve néhány szabályt beállíthatunk a pályához, de alapvetően elég alap így a beállítás, illetve ezt követően kiválaszthatjuk, hogy mely 4 telepessel kívánunk elindulni. Egyetlen hátulütője, tehát itt a szokásos skillek, illetve ilyen személyiségjegyek mellett, amiknek van mind pozitívum, illetve negatív hozadéka, annyit tennék hozzá, hogy őket nem lehet, vagy legalábbis én nem jöttem rá, hogy nem, hogyan lehet átnevezni, tehát hogy így fixen beégetve kapjuk a telepeseinket, illetve hát a játék során majd még ki lehet párat menteni, és akkor tovább bővül a kolóniánk, de nem adja azt hozzá a játék, hogy így mi magunknak nevezgessük át a telepeseinket. Egyébként, ha megfigyelitek, mindjárt betöltöm a játékomat, a töltőképernyőn az a kis ikon, tehát egy az egyben majdnem ugyanaz, mint a RimWorld logójából az O betűnél az ikon, tehát hogyha ennél jobban már nem is tudnánk az arcunkba köpni, hogy a RimWorld-öt másolják, ami persze nem baj, tehát jótól lopni, azt mondják, nem bűn, főleg, hogyha jó lesz a végeredmény, és itt azért nem lett rossz. Na, hát itt volnánk, ez az én kis telepem, így cirka 20 órácska után, be is kapcsolom a tetőt, hogy lássátok kívülről, hogy néz ki, tehát íme itt van, alapvetően ez a harmadik év eleje, tehát hogyha összegeznem kéne, akkor ez így a mid-game vége,
a late game eleje, nagyjából így tudnám így pozícionálni a fejlődésemet a játékban. Itt van nekünk egy ilyen szép nagy termőterület, ahol már majdnem minden létező elvethető gyomot, dudvát így termesztek, és hát mivel jön a tavasz, vagy hát itt az új év elején vagyunk a tavaszban, itt szépen növekedni fog minden, és akkor tudjuk majd szépen szüretelni, nyersanyagot tenyészteni. Van itt nekem egy kis kezdő rendsem, néhány barommal, tehát ő itt Bömbi, meg Picúr, meg Bambi, értelemszerűen Picúr az Bömbi és Bambi gyereke, tehát így szépen lehet így az állatokat tenyészteni, illetve tartani. Ők igazándiból csak a húsukért, meg a bundájukért tarthatjuk őket, de vannak olyan állatok is, akiket már lehet idomítani és képezni is, csak azokat még nem hajtottam föl sehonnan. És hát a kolónia szívében ez a szép házikó, faházikó áll jelen pillanatban, ami otthonául szolgál az én kis túlélőimnek, és nem utolsó sorban a legfontosabb eszközeim is ebben kapnak helyet, és ezt a házikót bővítem szép fokozatosan, nagyon nagy erőfeszítések és sok-sok idő és áldozat árán, itt a háttérben pedig néhány napelem, mert szeretjük a napelemeket, éljen a megújuló energia, még hogyha ezt pártunk és kormányunk nem is feltétlenül szeretné támogatni, és igen, még szélerőművem is van! Még szélerőművem is van! Igaz, nem termel túl sokat, de hogyha szelesebb az idő, akkor ez változik, és itt van még egy kis ilyen kerti sufni, ahova egy-két dolgot még így lerakok, de igazándiból majd kellene nekem egy jó kis raktárhelység, ahova tényleg mindent berakok és így elfedek a szabad ég alól. Ezek így le vannak fedve egyébként, tehát van felettük egy ilyen kis bádogtető, de az jót tesz majd, hogyha egy ilyen jó, precíz raktárat majd felhúzok, ha majd lesz elég idő meg nyersanyag. Igazándiból, ha össze kéne foglalnom, ja és itt ez a Luffy, ezzel megyünk expedícióra időközönként, és akkor hajtunk föl extra nyersanyagokat, meg fedezünk fel új helységeket, de túl azon, hogy nyersanyag forrásként szolgál a Luffy-s expedíció, nagyon más egyéb haszna nincsen, illetve hát tudunk esetleg új telepeseket is guberálni prosperáló kis kolóniánkba, feltéve, hogy a random Jézus megsegít minket vele. Egyébként meg most jelen pillanatban a legnagyobb problémám, és azon szakaszában vagyok a játéknak, hogy igazán elkérne már egy újabb telepes, mert itt most már mindenki összejött mindenkivel, illetve kellene a segítő kéz, szó szerint, mert egy ekkora telepre már 4 ember kezd egy kicsit kevéske lenni, és kajával meg mindennel már elbírnék látni mindenkit, viszont ahhoz, hogy tovább fejlődhessünk és növekedjünk, kell még az ember. Na, nézzük akkor, hogy még mi van. Ja, és itt a kis udvaron, itt vannak a kemencéim, itt készül most jelenleg a cement, a kőből, illetve még egyéb ilyen építkezési anyagok, 2 desztillátor, ahol majd főzzük a szeszt, feltéve, hogy lesz hozzá gyümölcsünk, és az egész kolónia az körbe van véve jelenleg fa cölöp kerítéssel, és 2 bejáratunknál pedig nagyon sok automatizált lángszóró vigyázza, hogy senki ne jöjjön be, akit mi nem szeretnénk, leginkább mindenféle ízelt lábúak, akik így ránk támadnak, és nem szeretjük őket, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon fajék egyszerűséggel jönnek felénk, és ott jönnek be, ahol bejáratot adunk nekik, egyébként betörnek való. Tehát ennyi a dolgunk, hogy hagyunk egy ilyen kis bejáratot, és onnantól kezdve védve vagyunk. Ó, terhes lett Picúr, de jó. És ki az apja? Na jó, ebbe inkább nem is mennék bele. És igen, itt vannak a kis ízelt lábú cimboráink, ők már jobb létre szenderültek a legutóbbi támadás sor után, és gyakorlatilag ennyi a teendőnk, hogy valahol a körbekerített résznél hagyunk egy kis kiáratot, és oda betelepítünk 2, de inkább 4 darab ilyen lángszórót, és néhány csapdát, ez mindent meg fog fogni. Higgyétek el nekem. Oké, időközben megvirradt, és a kis telepeseink megélettek, és elkezdték csinálni a napi rutinjukat, és akkor ezzel párhuzamosan én is bemutatnám így a játéknak az apróbb részleteit, illetve mechanikáit, igen, és látjátok, teljesen 3D-s az egész, és ott a hold a távolban, a horizonton gyönyörűen néz ki tényleg, tehát azért mondom, hogy ugyanaz, mint a Rimworld, mert még hangulatában is, tehát ez egy idegen bolygó, de közben ezek ilyen kis redneck paraszt módjára kezdenek itt érdegélni, aztán itt-ottam ott beficcen egy-egy modern technológia, mint például ez a hűtőszekrény, vagy esetleg egy-két futurisztikusabb technológia,
mint például az emberünknél lévő lézerfegyver. Vagy hát ez a lézerbökő. Tehát alapvetően nekem azért nem szúrt szemet egyből a játék, amikor tavaly októberben kijött, mert így ránéztem, mondom, ó, jó, Colonial Manager játék, nézzük meg, és akkor látom, hogy már megint a parasztok a földbe, a sarat túrják, és ilyen kis rednek, tákolmány, ákombákom, suflikat húznak fel, hagyjál már békén, de aztán közben meg ez skifi lenne, de hol van a skifi? Szóval egy kicsit ilyen felemás érzéseim voltak a játékkal kapcsolatban, de amint elkezdtem vele játszogatni, így berántott, és nem is tudtam fölállni mellőle egykönnyen az első, hát, 6 órás sessionömet követően, de az azért továbbra is fenntartom, hogy a skifi vonal nem a legerősebb része a játéknak, feltéve, hogy megelégszünk ezekkel a kis idegen marhákkal, meg ilyen kis érdekes növénykékkel. Én el tudtam volna képzelni kicsit erőteljesebb skifi vonalat is a játékban, tehát hogy mondjuk az egész pálya így néz ki, mint ez az idegen ilyen lilás akármicsoda, és tele van mindenféle kreatúrákkal. Az állatok egyébként egész szépek lettek, tehát hogy itt van például nekünk ez a, hogy hívnak téged? Drakka. Tehát egy ilyen lapos fejű rovar akármicsoda, ami egyébként egy békés állat és még tenyészthető is, ha szeretnénk, vagy vadászhatunk rá, és akkor belőle lesz husika, meg minden más egyéb. Szóval tök jó, szépen néz ki a világ, csak személy szerint én egy kicsivel több science fiction-t el tudtam volna képzelni, ha már egy idegen bolygón játszódik a játék. És nem utolsó sorban vannak itt nekünk ilyen fészkeink, amikből majd jönnek ezek a szörnyű rémségek, illetve magát a fészket is betámadhatjuk. Azt még nem tudom, hogy milyen nyersanyagokat kapunk a végén belőle, hát valószínűleg nagyon sok ízelt lábat, de lehet, hogy bújik itt még egy-két finomság, amit még nem fedeztem föl, és majd tök jó lesz a kolóniánk számára. Jó, nézzük most meg magát a felületet. Tehát itt fölül látjuk, hogy éppen milyen évszakban járunk, van tél, tavasz, nyár, ősz, legalábbis ezen a pályán. A sivatagosnál már nem vagyok benne biztos, de valami ott is tuti kell, hogy legyen. Itt mellette az épp aktuális fejlesztés, amin dolgozik a csapat. Itt is szép számmal voltak fejlesztések, hát még azért van mit fejlesztenem itt, főleg a védelem ágon, de ezzel a jelenlegi fejlesztéssel is tök jól elkaristolok, illetve vannak itt ilyen áttörések, amiket pedig fokozatosan találhatunk meg így küldetések, illetve véletlenszerű események során. Mellette az aktuális hőfok, és ahol van a kurzor, annak a cellának az aktuális hőfokát mutatja, alatta pedig, hogy időben hol járunk, és milyen gyorsan telik az idő, amit egyébként meg is állíthatunk bármikor. Fölül a különféle nyersanyag osztályok találhatóak, így a legfontosabb nyersanyagok külön-külön, illetve vannak olyan nyersanyag osztályok, amikben több nyersanyag is beletartozik, ilyen például a kraftoláshoz szükséges alapanyagok, amikben aztán nagyon sok minden van, kezdve a kakitól egészen a szárított leveleken át, a szilikonon keresztül, egészen az üzemanyagig. Itt vannak az elektronikus berendezések, a nyers kaja, amiből főzünk, és hát a megfőzött kaja, amit meg megeszünk, ha szerencsésebb napokon járunk, ha nem, akkor kénytelenek vagyunk a nyers kaját enni. Alapvetően nem szeretjük a nyers kaját enni, úgyhogy főzzünk, és itt már megy is valaki, és remélem, hogy főzi meg majd itt az ebéd. Nem, megy szépen, és ezekből a lila levelekből éppen valami szövetet állít majd elő, amitből majd fogunk tudni magunknak ruhát készíteni egyébként. Jó, itt a gyógyszerek, ruhák, fegyverek és minden más egyéb. Itt néhány ilyen menü, amivel például a tetőt kibekapcsolhatjuk, megjelenítethetjük a telepeseink portréját, és ha már szóba kerültek, itt vannak a telepeseink, a főszereplők név szerint, és láthatjuk, hogy épp melyik mit csinál, illetve hogy mivel van felfegyverkezve. Vágyszeműbbek még azt is láthatják, hogy a telepesek portréja mögött van egy ilyen kék sáv, az azt mutatja, hogy ő mennyire érzi jól magát, minél magasabban van, annál jobban érzi magát, tehát kedves Amber éppen nagyon-nagyon nem boldog valamiért, és hogyha megnézzük az adatlapját, akkor éppen ő éhes, fáradt,
összeveszett Kennel, aki még fel is idegesítette mellé, Ken egyébként az ő élettársa jelen kolóniánkban, ami csak úgy magától született ez a fejlemény egyébként, tehát nem így indultunk, és itt van mellette Kanna, akinek pedig Lara az élettársa. Ó, és kapunk nem sokára néhány állatot is a nyakunkba. Jaj, de jó, akkor majd ezt is megnézhetitek, hogy milyen az, amikor ezek így megindulnak. Jó, Embernek el kéne mennie pihikéznie egyet. Hol vannak ezek az állatok? Ja jó, ott gyülekeznek, akkor ezek le lesznek itt mindjárt majd aratva. A lényeg, hogy Kent majd itt tartom közelben, mert majd felküldöm az őrtoronyba, és innen majd kiszniperolja azokat, akik így betalálnak jönni ezen a halálhágón. De nem nagyon kéne nekik. De legrosszabb esetben majd ideállítok mindenkit, és agyonlőjük, aki ide beszabadul. Jó, akkor nézzük közben meg a telepesek adatlapját. Tehát itt láthatjuk az általános képességeiket, mint életerő, boldogság, hogy mennyire van tele a pocak, mennyire fáradtak, és mennyire relaxáltak. Aztán, hogy mivel vannak felfegyverkezve, meddig bírják a hideget, a hőséget, mik a legjobb és legerősebb képességeik, amik egyébként fejleszthetőek, illetve, hogy kivel milyen viszonyban vannak. Ő például el van jegyezve már Larával, tehát hogyha így megépíteném a szükséges eszközöket, össze is házasodhatnának a lelkei. Akkor itt az egészségügyi lap, itt tök jó, szét vannak bontva a különféle fontosabb szervek, akik egyaránt sérülhetnek, illetve hogyha ideális feltételeket biztosítunk, akkor akár bónusz szintre is emelkedhetnek, például eufóriával dolgozhatnak, ami pedig nagyon nagy bónuszt ad így a munka sebességére és minőségére vonatkozva, vagy például a tüdeje is most már immunis a tüdőgyulladásra, mert szerencsétlennek volt másfél évvel ezelőtt a játékban egy tüdőgyuszia, amiből teljesen önmagától kigyógyult, és most már immunis rá. Hurrá, hurrá, éljen, éljen. Természetesen, hogyha elkezdenek harcolni itt a bogarakkal, akkor lesérülhetnek kicsit vagy jobban, és akkor kezelniük kell egymást, és hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon csúnya vagy akár permanens bibiket és egyéb dolgokat is szerezhetnek, és hogyha Amber sem alussza itt ki magát, akkor még ő is teljesen le fog épülni agyilag, és akkor ki tudja, annak lesz-e valami permanens hatása, de eddig én akármennyire igyekeztem, nem sikerült őket teljességgel az őrületbe kergetni. Lehet azért, mert könnyű, vagy hát nem a legnehezebb fokozaton játszok, lehet, hogy a nehezebb fokozatokon másokkal hamarabb leépülnek, de itteken azért mindig sikerült valahogy így úgy navigálnom és egyensúlyoznom, hogy ne őrüljön meg senki. Ez itt a boldogság, itt látjuk, hogy milyen negatívumok hatnak azért delikvensen, és milyen pozitívumok. Az első egy évben egyébként kapnak, vagy hát kaphatnak egy ilyen permanens bónuszt, ami így segít minket abban, hogy kialakítsuk a kolóniát, de aztán is szép lassan elmúlik, és onnantól kezdve már csak a különféle körülményi tényezőkkel tudjuk ezt befolyásolni, tehát hogy milyen kaját esznek, milyen körülmények között töltik a mindennapjaikat, mennyire vannak jóban vagy rosszban egymással, és így tovább, és így tovább, és így tovább az öltözettel befejezvén. Itt van az öltözet, ez gyakorlatilag mi védi a telepeseinket a környezet behatásaitól, illetve itt tudunk nekik lőfegyvereket, illetve kézi fegyvereket is adni. Utóbbit azt értelemszerűen csak akkor használjuk, hogyha eljutnak a fizikai közelségükbe az ellenfelek, és akkor elkezdik ott böködni őket. Egyébként, ha van náluk lőfegyver, és ez a preferált módszere így az ellenfelek kiiktatására, akkor azt preferálják használni. Ezek itt a jártasságok, tehát van harc, építkezés, főzés, eszközkészítés, farmerkedés, gyógyítás, kutatás, ez pedig a teherhordás képessége, és értelemszerűen vannak olyan dolgok, amikhez nagyobb affinitása van egy adott embernek, van, amelyhez meg kevesebb affinitása van, valamit meg nettó nem fog soha a büdös életben valaki megcsinálni, de ez mind-mind-mind ember függő, és emberenként változik. Illetve itt a profilja, hogyha szeretnénk, hogy mik a kedvenc dolgai, mit utál jobban, mit még jobban, illetve hogy mit tudunk meg így a háttér történetéről, de ez annyira nem jelentős. Illetve itt tudunk még egyéb dolgokat megtiltani nekik, közben itt elindultak a bogarak. Jó, Kent szerintem felküldöm a toronyba, és akkor itt még egy fontos dolog, a draft. Minden telepest, hogyha draft módba rakunk, akkor egyből felfegyverkezik, és a nála lévő cuccokkal elindíthatjuk őt a csatába. Illetve csak így tudjuk közvetlen módon is irányítani a telepeseket draft módba. Ő itt például most mindjárt megmondom neki, hogy takarodjon fel a toronyba, és a nála lévő railgun gyorsító mesterlövés puskával likvidálja azokat a bogarakat, akik ide betalálnak jönni.
elég nagy a hatóköre, tehát már jó messziről elkezdheti puttyogtatni őket, de hát ahogy látjátok, még ezeket a hatalmas nagy manti dögöket is a lángszórók azok így gyorsan a más világra küldik, illetve az alattuk lévő csapdák sem gyakorolnak túl jó hatást így a csápjaikra. Jó, a többiek meg már teljesen megzavarodtak, illetve mennek szépen a dolgukra. Jó, Kent szerintem így vissza is rakom draftbootból, és akkor megy szépen intézni, amit épp intézni akar, és egy darab büdös bogár maradt, aki most már így teljesen reménytelenségtől vezérelve be se akar jönni hozzánk, jobban is tette volna, de azért még megkísérli, és már is büdös bogárból égetett bogár lett. Jó, hát egy hátránya van, hogy ez égeti az üzemanyagot a lángszórótorony, de mondom, ezzel a setup-pal szinte bármit megállítunk, és nem kell itt semmi csili-csáli dolog, a bogarak azok ilyen bután mennek egyszer előre, ilyen faék egyszerű logikával, ahol van nyitott bejárat a bázis felé, azt használja. Ha nincs, akkor nyitnak egyet, de hát miért ne adjuk neki nyitott bejáratot? Miért kell egyáltalán megadni nekik a motivációt arra, hogy lerombolják ezt a falat, amit egyébként egy erdő kiírtása árán építettem körbe így a telepem körül, tehát hogy azért itt hozzátenném, hogy itt buja erdők voltak eredetileg, csak aztán így felszántottuk az egészet, és most már így ez van az én kis telepem. Jó, akkor ennyit a karakterlapról szerintem, tehát itt tudunk még különféle dolgokat megszabni, hogy mit ehetnek, ihatnak, vagy nem ehetnek, nem ihatnak, és nagyjából ennyit a karakterlapról. Itt alul pedig az építkezés menü, illetve itt adhatunk ki masszívan területre vonatkozó parancsokat, mint például, hogy mészárolják le az itt található sok-sok-sok-sok rovart, és akkor abból rovar husikánk lesz, amiből pedig majd a szakácsunk előszeretettel fog főzni valami finomságot. Például kellene nekünk valami zöldség, vagy legalább hús, mert különben itt éhen halnak a népek, majd mindjárt Lara föl kell, és szerintem a friss husikából megfőzi majd a legújabb sáska pörköltöt. És itt vannak a különféle kajatípusok, és értelemszerűen minél jobb minőségű kaját szeretnénk adni nekik, amitől utána boldogabbak lesznek, annál több hozzávaló kell. Például ehhez a fajta gyümölcs flambéhoz, már szükségünk van értelemszerűen gyümölcsökre és valamilyen alkoholra, és ha ezt megeszik, akkor nagyon örülni fognak maguknak. Ó, közben elerett az eső. Jó, itt vannak az ilyen alap camping cuccok, például itt tudjuk ezeket a kerti sufnikat is felhúzni, meg a sírbolt, meg ilyen hálózsák, meg ez tűzrakóhely, tehát amikor elkezdik a játékot, valószínűleg innen fogunk csak építkezni, aztán idővel, hogy így találunk újfajta növényeket és megvizsgáljuk így a flórát és a faunát, rendelkezésünkre állnak majd például ilyen ültetvények, amik közül számos dolog van, ehető, felhasználható, illetve elégethető cuccok, fákat is telepíthetünk, és hát a legjobb ugye a beltéri ültető egység, aminek hát mondanom sem kell, hogy mennyi, mekkora nagy haszna lesz, hogy így belül akár az év 365 napjában fogunk tudni termeszteni dolgokat. Valaki itt hagyott egy kakát. Oké, ezt össze kéne szedni, gyerekek. Remélem nem fog senki se éhen halni közben, amíg nincsen kaja, de és gyorsan végignézem, jó, azért nagyjából mindenki egy olyan 20-30% között van kajával, úgyhogy reggelit azt még kivárják valahogy, amikor Lara majd a sáskapöriből megfőzi az aktuális cuccokat, illetve nem biztos, hogy megfőzi, mert nincs hozzá hozzávalónk, úgyhogy egy egyszerűbb kaját fogunk tőle berendelni a biztonság kedvéért, és akkor ebből 6-ot szeretnék készítetni vele, tehát hogy itt azt, hogy a különféle dolgokat hogyan szeretnénk készítetni, több opciónk van. Az első, hogy legyártatunk vele X darabot, és aztán abba hagyja. A második opció, hogy mindig készít, amíg annyi darab lesz készleten, amennyit itt beállítunk. Tehát itt most addig fogja csinálni őket, amíg 6 darab nincs készleten, és hogyha megvan a 6 készlet, akkor leáll. Viszont amint ez elfogy, akkor megint elkezd csinálni, hogy meglegyen a készlet. És ez egy tök hasznos opció, vagy pedig a forever, tehát addig csinálja, amíg bírja szuflával, vagy amíg van. Ez is alkalmazható, és hát nekem tökre tetszik egyébként, hogy minden egyes munkaállomás így megjegyzi a korábban itt beállított dolgokat, amiket egyébként utólag is van lehetőség módosítani, priorizálni, leállítani, vagy bármi más egyebet tenni vele, és ez így tök jó, és ráadásul ezeket van lehetőség
másolni is, tehát hogyha csinálok egy új darab, új ilyen sütőállomást, akkor akár lemásolhatom ennek a sütőállomásnak a beállításait, és ugyanezeket a dolgot fogják itt is pörgetni, mint az első sütőállomás, és nem kell őket újra megadnom, ami tök jó. Tehát, hogy ez egy jó funkció, amivel ezt így felokosították. Na, itt vannak a különféle raktáregységek, értelemszerűen nem kell nagyon mondani. Az építkezés. Szerintem tök jó lett. Tehát alapból kell valami aljzatot építeni, mint például itt is építik fel éppen cementből a legújabb melléképületemnek az aljzatát, vagy hát így az alapzatát. Hát ez azért kell még bőven cement, de hát így majd egyszer csak elkészül. Az építkezés egyébként elég lassú. Tehát tényleg itt elő kell állítani az alapanyagokat, oda kell szállítani, le kell gyártani, meg kell kalapálni, aztán utána szép lassan falak jönnek, a falakra ajtók kellenek, illetve ha megvan a talapzat, azt nem szokták szeretni, ha csak úgy simán a talapzaton léteznek, hanem lehet rá, illetve kell is rá tenni valami szőnyeget, vagy parkettát, abból is számos típus van, tehát itt látjátok, minél előrébb tartunk így technológiailag, annál több lehetőség kínálkozik arra, hogy milyen jellegű parkettával szeretnénk így feldíszíteni a belteret, és hát nem utolsó sorban, itt van nekünk még a tető is, illetve a különféle ajtók, ablakok és lépcsők. Na, itt a lépcsőknél egy nagyon fontos dolog a játékkal kapcsolatban, és erre nekem is csak elég sok játékóra után kellett rádöbbennem, hogy nem ár, hogy nincsen, de nincs emelet. Tehát hiába itt van gyönyörűséges 3D-ben pompázó játék, nincs emelet, és nem is lehet emeletet csinálni. Az oké, hogy magasabb a talapzat, és akkor erre lehet például lépcsőket applikálni. Tehát ezt tudja a játék, hogy így a különböző szinteket úgymond összekössük egymással így alapzat szinten. De ennél többet jelenleg sajnos nem tud. És én ezt egy nagyon nagy kiadott zicsernek érzem, mert ugyanis ha itt van egy ilyen szép nagy 3D-s világ, akkor miért nem tudunk szép nagy házikókat építeni? Tehát, hogy nem széltében, hanem vertikálisan terjeszkedünk, és mondjuk ide felhúzunk egy vagy két ilyen fafelhőkarcolót. Aztán lehet, hogy később berakják, de ezt nem csak én hiányoltam egyébként a játékból. A RimWorld esetében, meg az összes többi ilyen túlélő kolónia menedzser játék esetében, ami ugye ilyen 2D-s sprite-okkal operál, vagy kvázi 2D-s, ilyen felülnézeti az egész, ott ugye nem nagyon van lehetőség az emeletekre, hanem ha csak nem, ilyen síkokat, ilyen layereket raktak be, hogy első emelet, nulladik emelet, mínusz egyedik emelet, blablabla, bla, bla. De általában ez egyik játéknál sem volt úgymond megoldás sajnos, de egyébként most belegondolva akár még működhetne is. De itt, amikor tényleg 3D-ben tényleg van lehetőség elkülöníteni az emeleteket, az alaksort, meg a földszintet, itt akkor meg miért nincs? De ezt mondom, ezt nem csak én hiányolom, de szerintem ez egy nagyon nagy kihagyott zicser a játékból. Itt vannak a különféle bútorok, hát ilyen elég alap, tehát ágy, asztal, szék, és hát ez az esküvői boltív. Itt vannak a szórakoztató egységek és szobrok, ezekből is értemes mindig telepíteni egyet, hogy el legyenek. Na, világítás és fűtés. Alapvetően minden helyet, ahol a telepeseink gyakran megfordulnak, érdemes bevilágítani, ami ezt természetesen áram kell majd a későbbiekben, de az elején lehetőségünk van így olaj meg fa felhasználásával, én egyszerű fáklyákat meg olajégőket is telepíteni, aztán később jönnek majd a rendes lámpák és kültéri reflektorok. Illetve a fűtésnél ugyanez, tehát van itt egy ilyen kis fatüzelési kandalló, aztán később majd jön az elektromos melegítő. Ez utóbbit viszont már tudjuk automatizálni is, hogyha szenzorokat telepítünk, például itt van ez a hőszenzor a falon, amit úgy állítunk be, hogy 14 fok alatt kapcsoljanak be itt a fűtőegységek, 14 fok felett pedig kapcsoljanak ki, és ezáltal nem kevés áramot takarítunk meg. Az áram, illetve az áram elosztás és automatizáció is egész okosan van megoldva, a megfelelő szenzorok beépítésével és a megfelelő áramkörök kialakításával olyan szinten tudjuk automatizálni és optimalizálni az áramfogyasztásunkat, hogy viszonylag kevés áramtermeléssel és egy-egy aksival is egy egészen nagy kolónia is el tud majd szépen görögni, de az elején természetesen erre nem lesz lehetőségünk, amíg ki nem kutatjuk a megfelelő technológiákat. Itt vannak a gyártóépületek, az egyszerű kis fatuskótól kezdve a
az ilyen vályok kemencén keresztül egészen az ilyen high-tech 3D nyomtatós cuccokig, de az utóbbit még nem építettem, de hát majd az kell majd az igazán jó holmik előállításához. Utóbbinál én azért még reménykedem, hogy az magától megy, és nem kell valaki ott pesztrálja, hanem csak beállítod, ugyanúgy, mint itt az érlelő hordóknál, csak oda viszed a nyersanyagot, aztán magának ott le 3D nyomtatja, vagy fermentálja. Ez utóbbi működik, az előbbit még nem tudom igazolni, mert ott még nem tartok. De gondolom igen. Itt vannak az árammal kapcsolatos dolgok, mint például itt az áramvezetékek, napelemekkel és szélerőművekkel operálunk, de van dízelgenerátor, illetve ilyen energiacella elégető cucc. Ez utóbbit sose használtam, mert egy energiacellánk a játék első pár évében nem nagyon lesz, ha meg lesz, azt úgyse erre akarjuk elhasználni. De aztán majd később lehet, hogy ez jó szolgálatot fog tenni. Ó, fejlesztett napelem. Nagyon jó. Ezt vajon be tudjuk nem tudjuk fejleszteni a meglévőket, de a fejlesztett napelem, amit most kutatott ki ebben a pillanatban Amber, az nem is lesz olyan vészes erőforrásra. Sőt, ahogy nézem, tök ugyanaz erőforrásra, mint a normál napelem, úgyhogy ezeket majd szépen mind átépítem. Apropó átépítés, minden egyes lerakott berendezési tárgyat tudunk tetszés szerint mozgatni, tehát szépen akkor megfogják és átviszik A pontból B-be, ha szeretnénk, illetve tudunk másolni, kibekapcsolni és akár lebontani, szóval így ez is nagyon kis intuitív lett. Itt vannak a kutatással és a felfedezéshez kapcsolatos dolgok, itt vannak a védőépületek, szenzorok, csapdák, falak, őrtornyok, meg minden más egyéb, és itt pedig az egyéb ilyen menüpontok, amikkel a kolóniánkat tudjuk így szabályozni. Az első és legfontosabb az a napi rend. Itt tudjuk telepesenként megszabni, hogy ki hogy töltse idejét, és tetszés szerint ilyen mindenes órákat, pihenőórákat, munkaórákat és kötelező alvással töltött órákat irányozhatunk elő, vagy akár hagyhatjuk, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Ez utóbbit nem javaslom, mert abban úgyis káosz lesz. Akkor itt vannak a különféle beosztások, hogy ki mivel foglalkozzon konkrétan, és milyen prioritással. Ezt nem részletesném különösebben, ilyet már láttatok valószínűleg nagyon sok más hasonló játékban is. Minél magasabb a szám, annál kevésbé fogja csinálni, vagy akár kompletten meg is tilthatjuk az adott munka végzését. Értelemszerűen, ha valaki jobban ért valamihez, vagy azt szeretnénk, hogy jobban értsen, akkor annak az embernek azt az egy feladatot kell magas prioritással megadni, illetve 2-3 tevékenységi körnél nem többet megadni, hogy azokban fejlődhessen, illetve csak azokkal foglalkoztoskodjon. Máskülönben úgy jártok, mint szegény Ken, hogy igazándiból mindenhez ért, de semmiben sem kiemelkedő, vagy nagyon lassan fog fejlődni. Amit még így láttunk, az az állatmenedzsment, a kutatás, illetve az expedíciók, amiket így szervezhetünk egy idő után, főleg, hogyha van hőlégballonunk, és akkor ide bezsuppoljuk az egyik telepesünket, és azt mondjuk neki, hogy mennyi expedícióra fiam, aztán majd valami történik, remélhetőleg valami nyersanyaggal jön vissza, vagy újabb helyeket talál, esetleg egy telepessel térne vissza, amit én nagyon szeretnék. Jó, gyakorlatilag így mindent elmondtam a játékról. Egy-két dolog még, így tipp, ha valaki újonnan kezdi a játékot, tehát az elején érdemes ilyen szerény dolgokkal elindulni itt a kempinggel, illetve minden dolgot, amit így látunk, meg kell figyelni, mert ugyanis tele van ilyen ismeretlen eredetű dolgokkal a táj, amit nem tudjuk, hogy mire való, és igazándiból ez egyszerre frusztráló, így az első játéknál, másfelől viszont tök király, mert tényleg izgalmas felfedezni a játékot, és hogy rájönni, hogy ó, hát ez erre jó, ja, hogy ezt az anyagot innen tudom beszerezni. Például itt van ez a kis lila nagylevelű fa, vagy akármicsoda, ezt ha megfigyeljük, akkor kiderül, hogy ebből egy ilyen levelet szedünk, amit utána a páncélkészítésre fogunk tudni felhasználni, vagy bármi más egyébre, tehát szövet anyagot tudunk ebből kinyerni, és nem feltétlenül csak az itt látható gyapotból fogunk tudni szövetet kinyerni. Vagy van itt például tealevél, széna, akkor ez valami kukoricaszerű cucc, de a lényeg, hogy mindent először tanulmányozni kell, beleértve az állatokat is, és
küldeni is kell tanulmányozni, tehát a legtöbbet azzal segíthet magának az ember, hogyha szépen mindent, ami él és mozog, az tanulmányoztat, hogy utána lehessen őket minél előbb hasznosítani és használatba venni. És nagyjából ez a játéknak az egyik legfontosabb eleme az elején. Az évszakok azok szép lassan vándorolnak, a tél az elég kemény, és a télre érdemes eljutni legalább addig, hogy mindenkinek van egy külön kis hálószobája, illetve egy közösségi helység, ahol pedig sütnek, alszanak, olvasgatnak, veszekszenek, meg esetleg zenélgetnek, meg játszanak egymással. Aztán szép fokozatosan bővül a kolónia. Én személy szerint azt a taktikát követtem, hogy itt megvolt a ház, és most elkezdtem úgymond ilyen kültéri útként használni a fém alapzatot, ez a legalapabb alapzat, és akkor valahogy még ki is néz az egész. De ezt mondom, ez csak az én egyedüli megoldásom, illetve itt most már elkezdtem építgetni betonból a következő melléképületet, ahova majd vagy bezsuppolom az itt látható növényeket, és további ilyen, hát ilyen üvegházat, a beltéri üvegházat fogok kialakítani, így a legfontosabb növényeknek, amiből nem baj, hogyha 0-24 az év minden hónapjában terem valamennyi, vagy legalábbis nem fogja a tél megállítani a termelést, illetve hát a növények növekedését. Jó, amit így negatívumként el tudok mondani, az tényleg az, hogy már megint egy ilyen redneck skifi, ami, hát ez inkább csak ilyen személyes dolog, de én kicsit elbírtam volna több skifi cuccot is bírni a játékban, bár hozzáteszem, hogy a late game-ben tényleg jönnek az ilyen karbonszálas holmik, az energiafegyverek, az energiapajzsok, meg lépegetők, tehát azért az azért már elég király, de alapvetően azért mégiscsak ez a kis falusias jellege dominál a játéknak, tehát nézzétek már meg konkrétan, ez így a pálinka főzde, falu végén Józsi bácsi kertjéből, tehát hogy ez fogjuk bámulni az időnk nagy részében. Aztán az emelet is nagyon hiányzik nekem személy szerint, meg hát a másik dolog, hogy az ellenfelek, tehát nincsen semmi más, csak időről időre egyre nagyobb hullámokban érkező rovarsereglet, amit egy ilyen egyszerű kis konstrukció az kompletten meg tud állítani. És nincsenek például ellenséges emberek, akik jönnek, hogy így berédeljenek minket, és az is például eléggé hiányzott nekem, hogy legyen valami kihívás így az ellenfelek terén. Persze, hogyha valaki a békés építgetést kedveli, akkor azoknak ez nem baj, de azt hozzá kell tennem, hogy nem lesz túl sok kihívás így ellenfelek tekintetében a játékban, legalábbis egy idő után biztosan nem, és így kicsit így ellaposodhat, de mondom még egyszer, az élmény maga, hogy így folyamatosan bővítgeted és fejleszgeted a kolóniádat, az úgy nagyon adja. Ja, és még egy dolog, amit nem értek, hogy miért nincs, az pedig, hol a WC? Water closet? Vizes blokk? Hol tudnak telepeseink pisilni, kakálni, fürdeni? Mert okay, alszanak, esznek, dolgoznak, na és a dolgukat hol végzik el, és hol tisztálkodnak. Tehát, hogy egy ilyen alap dolog, és például itt ezek a barmok, ezek már kakálnak rendesen, de hogy a telepeseink nem, és ez például szerintem ugyancsak hiányzik, mert minden más hasonló játékban ez egy probléma szokott lenni, amit meg kell tudni oldani. Na, közben itt talált valami helyet, valami kontrollszoba, jó, menjél, nézd meg, hogy mi van ott, és mi lett az eredménye. Talált fémet és egy lőfegyvert, jó, hozzad haza, barátom, aztán most már lesz lőfegyverünk, na, megérte erről az expedícióra beinvestálni. Szóval vannak hiányosságai a játéknak, de alapvetően nem tudok rá haragudni, mert tényleg nagyon jó lett így az összkép, tehát, és ezek mind olyan dolgok, amik akár későbbiekben be is kerülhetnek a játékba, vagy pedig ugye javításra kerülhetnek. Okay, akkor ha már idáig végighallgattatok, következzen a summa summarum, de szerintem már úgy nagyjából sejtitek, hogy hova fogok kirukadni. Tehát a játék összességében Rimworld egy szebb 3D-s kivitelben. Színes, szagos, körbeforgatható, de ugyanaz a lényeg, adva vagyon egy maréknyi túlélő, akiket be kell fognunk munkára, hogy szép fokozatosan
felépítsék az itt látható kis szobácskáikat, egyéb létesítményeket, különféle ketyeréket építsünk és eszkábáljunk velük, no meg persze túléljük a ránk leselkedő veszélyeket, bogarakat és nem utolsó sorban a természet erőit, mint évszakváltás, meteorzápol, vagy a fejünkre eső ilyen ordenálé, nagy ilyen űrbázis romok, meg egyéb dolgok. És ebből a szempontból tök jól hozza, és majdnem, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, RimWorld a játék, mínusz 6 évnyi fejlesztés, mert azért tegyük hozzá, hogy a RimWorld se azért tart ott, ahol tart, mert egyből így jött ki, nem, amögött is 6 év van. De ha beleveszem azt, hogy ez a játék fél éve, bő fél éve jelent meg Early Access-ben, most pedig kijött Early Access-ből, és ennyire jó állapotban, én nekem nagyon-nagyon pozitív reménységeim vannak. A másik dolog, hogy nagyon adja a játék ez az idegen bolygó, fedezzük fel, mi mire való, mit, hol tudunk hasznosítani élményt, tehát hogy ez is így tökre rendben van, bár én személy szerint a sci-fi vonalon elbírtam volna viselni több egzotikus dolgot, tehát ez a mérsékelt övi biom gyakorlatilag a földbolygó is lehetne, mínusz ilyen hosszú szarvú barmok, meg ez az akármicsoda növény, amiből egyébként, na jó, nem mondom, nem lövöm le a poén, de ebből egy igen fontos nyersanyagot tudunk farmolni, szóval jó korán kezdjétek el termeszteni, hogyha jót akartok magatoknak. Szóval ez a sci-fi vonal szerintem lehetett volna dominánsabb, de aztán ki tudja, lehet, hogy majd későbbiekben még egyéb technológiák útján, illetve jó sok-sok játékórával sikerül, de tényleg egy ilyen high-tech bázist összehozni, illetve kapunk majd még olyan lehetőségeket, amik ezt az egészet szavatolják. Hiányzik nekem az, hogy a telepeseket nem lehet tényleg elnevezni, hanem csak modok, illetve újabb telepesek patchelésével tehetünk szert újabb emberkékre. De alapvetően nincs velük baj, szóval bármelyik telepest választhatjuk, nincsenek rossz választások, mindegyik működni fog, csak egy kicsivel eltérőbb stratégiát kell maximum alkalmazni velük. De tényleg, tehát így tök jól működnek együtt, de amit nem bírok megérteni, hogy miért nincs WC és metabolizmus a játékban a telepeseknek, tehát ez még, ami annyira hiányzik, mert egyébként sok szempontból a játék tök realisztikusan kezeli a dolgokat. Változnak az évszakok, változnak a reakcióik a telepeseknek egymásra, tök jól ki van dolgozva így az egészségügyi rendszer, a kedv, hogy mitől érzik jól magukat, vagy esetleg rosszul, a felszereléseik, a jártasságaik, a személyiségük, tehát nagyon sok jó dolog van itt leszimulálva a játékban, még egy kicsit lehetne az egészet cizellálni. És a már az elején említett modok, azt is szeretném külön kiemelni, hogy már most vannak modok a játékhoz, amiket érdemes lehet esetleg így kipróbálni a jobb fajtákat. Ami még számomra egy picit negatív, hogy csak két biomot kaptunk a játékhoz, de ez is bővülhet, illetve, hogy nem túl sok a kihívás. Tehát túl azon, hogy időről időre érkeznek itt az egyre nagyobb hullámban támadó ízeltlábúak, akiket nagyon egyszerű megoldásokkal gyakorlatilag végtelenségig megállíthatunk, vagy legalábbis amíg bírjuk üzemanyaggal, nem tartogat más veszélyt számunkra a játék. Maximum, hogyha a bázisunk közelébe vagy a közepébe ejt mondjuk egy meteort. De ez talán nem fordul elő, ha csak nem akar teljes mértékben beszívatni a játék. Ugye? Játék? Szóval mindent összegezve, ez egy 3D-s RimWorld, nagyon hangulatos, bár vannak hiányosságai, de összességében ezeket simán tudja felettetni a játék, és sok-sok-sok-sok órára, vagy több tíz órára maga mellé fog tudni bilincselni. Egy nagyon jó alap, amire lehet tovább építkezni, és nagyon remélem, hogy fognak is a készítők, és akkor tényleg a RimWorld mellé besorakozhat ez a túlélő kolónia menedzser játék is, csak kell még neki idő, hogy kiforja picit magát, és megkapja azokat az update-eket, DLC-ket, amivel a többi hasonló játék is büszkélkedhet. Én remélem, hogy ezek így megérkeznek, de egyelőre csak a nyár végén érkező növényes, vagy hát ilyen leveles update-ről rebesgetnek valamit a fejlesztők, aztán utána majd meglátjuk.
És ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, akik idáig megnézték ezt a videót. Remélem, hogy tetszett nektek. Én nekem nagyon tetszett a játék, de hogyha van róla véleményetek, esetleg ti nektek is megvan a játék, és van olyan dolog, amit így nem mondtam el jól, vagy kihagytam, vagy esetleg már később jártok benne, és vannak olyan dolgok, amikre még én nem jöttem rá, nyugodtan írjátok le a kommentmezőbe, és akkor talán együtt okosabbak leszünk. És külön köszönet mindenkinek, aki támogatja a csatornát, nagyon nagy puszi nektek, én pedig már a búcsúzom, megyek vissza noszogatni kis telepeseimet. Sziasztok!